21-es huszárezrednek az emléknapján vagyunk. A Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület ilyenkor június közepén szokta tartani az ezrednek az emléknapját, és a huszár leszármazott találkozót is szokott tartani, ugyanis az Egyesületnek nagyon fontos, hogy a huszárok, akik harcoltak az első világháborúban és részt vettek a nagy harcokban, az ő leszármazottaiknak a képek és akár amilyen relikviákat még meghagyott az idő nekünk, azokat összegyűjtse, és ebből készítettünk egy kiállítást is, ami már tegnap este már megtekinthető volt. És a mai napon 10 órakor kezdődött a megemlékezésünk, amire jelen volt Tóth Kálmán, a Városstratégiai Idegenforgalmi Sportbizottság elnöke, és Szergej Taszev, a Bulgária Magyarországi Nagykövetének a helyettese, Vitéz Lovag Fejes Zoltán törzskapitány helyettes, a Vitézi Rend, a Vasi Matrózok, a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület, osztrák vendégeink és a Szent György lovagrend képviselői. És együtt emlékeztünk meg. A Bulgáriának a nagykövete azért volt itt velünk a megemlékezésen, mert a huszárezrednek az utolsó tulajdonosa Ferdinánd bolgár cár volt. Az ő neve látható is az épületnek az elején. Ebből az apropóból is hívtuk meg a bolgár nagykövet urat, és a helyettes úr el tudott jönni a rendezvényünkre. Bulgaria, just like Hungary, praises high its history and its heroes from the past. We are not among the biggest nations in Europe, but we are among the proud nations with great glorious past and legacy of leaders and soldiers. Bulgária akárcsak Magyarország nagyra becsüli történelmét és őrzi múltbéli hőseinek emlékét. Nem tartozunk Európa legnagyobb államai közé, de büszke nemzetek vagyunk, dicsőséges múlta, egykori vezetőink és katonáink örökségével. In this respect, we highly appreciate your continuous efforts in Szombathely, in preserving the legacy of the past high, and in particular the spirits of the 11th Hussar Regiment. It is the crown of your commitments. Ezek miatt is nagyra értékeljük az önök folyamatos, a múlt örökségének és különösen a 11-es huszárezred szellemiségének megőrzése iránt tett erőfeszítéseit itt Szombathelyen. Ez az önök elkötelezettségének koronája, melyért az egész bolgár nép háláját és megbecsülését fejezem ki. A megemlékezés alatt volt koszorúzás is, melyben az emlékezők elhelyezték az emlékkoszorúikat. Tóth Kálmán is elhelyezte, Szergej Taszev, a Bulgária Magyarországi Nagykövetének a helyettese is elhelyezte a koszorúját. A Huszár Egyesületünk is elhelyezte a koszorúját, és még a többi megemlékező is. Vajon miért tesszük ezt? Fölmerül a kérdés. Azért, mert ahhoz, hogy a nemzet, a nép meg tudjon maradni, ahhoz ismernie kell hagyományait, történelmét, azokat a dolgokat, amelyek megalapozták ennek az országnak az együttartozását. Példát, dicsőséget hoztak nem csak hazánkra, hanem egyedileg is önmagukra, és ebben jelesül a 11-es huszárezred, ott van minden idők egyik legszebb katonai pályáját befutott katonai egysége.
1925-ben csinálta meg az ezred tisztikara a saját költségén a huszárt és a fenti emlékművet. 1928-ban csinálták meg a talapzatot, amin rajta van az elesett huszároknak neve is. Ez megvolt 1945-ig az elbeszélések szerint, utána sajnos valahova eltűnt a huszár az emlékműről. A többi megmaradt, a nevek is, a fönti emlékmű rész is megmaradt, hát egyedül sajnos a huszár tűnt el. És ezt a pályázati pénzből 2018-ban megcsináltattuk pályázati pénzből a huszár szobrot, 2020-ba adtuk át, arra lett kész, és hát pályázati pénzből sikerült ezt megvalósítanunk. Az elesett huszárok, az 300 név van. Az ezredből 300-an haltak meg az első világháborúban, és hát majdnem mindenkinek, akiről akkor sikerült adatokat szerezni, azoknak a neve mind fönn van itt az emlékművön. Emléklapot kaptak résztvevő egyesületek, mert az egyesületünk tavaly ünnepelte a 10 éves fennállását. Sajnos a tavaly évben ezt nem tudtuk méltóképpen megünnepelni a helyzet miatt, ezért az idei évre áttolódott, és mindenki egy emléklapot kapott ajándékba, hogy emlékezzen erre a 10 évre. És a rendezvény után lehetett látni lovas bemutatókat, csikós bemutató volt, és utána a Huszár Egyesületnek a 4 huszárja pedig huszár bemutatót tartott. Aztán számolhat mindenki, számoljunk közösen vissza nekik. 3, 2, 1. Azaz! Nagyon ügyes! Nagyon jó! Elsőre, nagyon ügyes! Azaz! Mintha már csináltak volna.
szépen mindenkinek, aki eljött ide. Köszönjük szépen a huszár leszármazottaknak, akik eljöttek, akik rendelkezésünkre bocsájtották a felmenőiknek az emlékeit, a képeit és amik maradtak utánuk. És arra kérem még őket, hogyha akárkinek még van ilyen huszár emléke, akkor ossza meg egyesületünkkel ezeket az emléket. És köszönjük szépen minden megjelentnek, minden hagyományőrzőnek, hogy eljött velünk és velünk együtt emlékezett, hogy a huszárok milyen nagyok is, nagyok voltak akkor is, és hiszem, hogy ez a huszár szellem, mely akkor éltette őket, még mindig él velünk.